itt közben az atomerőmű összeállítása. Ráadásul, ha már a hiányzókról beszéltem az egyik oldalon, akkor muszáj megemlítenem Perl Zoltánt a másikon, akinek egy lengyelországi kitérő után vezetett az útja vissza Szombathelyre, és ő próbálja Chandlert megállítani. Egyelőre nem tudja. Benke, Clark mellett, szép magas ívben kivezetett dobás. Chandler hozza a labdát, és még mindig van 5,5 perc hátra az első negyedből. Chandler szépít. Fönt meg mindent eléváltással védenek a falkósok. Révész harcol nagyot, most van egy támadó lepattanó, Chandler zicserezi. Chandler már 8 pontnál tart. Nagyjából a pályafutása során 40%-kal, ami ha valaki valaki kosárlabdázott, azt tudja, hogy a triplánál nagyon jó. Csak közben Chandler válaszol ugyancsak egy hármassal. Csak 16 pontot dobtak, amivel egyébként idegenben a Falkó otthonában szintén nem lehet sokra menni. Oda piszkált Halmai, sőt el is tudja hozni a labdát. Halmai szemfülesen, zicserrel fejezi be, ez szép teljesítmény volt. Kettő-kettőzni próbálnak, Halmai szép labdát adott Révésznek, aki meg is oldja Perl mellett. Heilingsfeld, Benke szépen lépett be, csak Keller mellett azért nincs könnyű dolga, de megoldja bravúrral. Ez szép volt Benkétől, 4 pontos. Dongo hozzáért még felszállóákban Lék a labdához, Halmai megint elől, ezt meg Keller üti le, de a kosár jó. De hát a Paks sem sokkal pontosabb, 8 pontot dobtak, tehát 8-4 ebben a negyedben, most már 10-4 a Paksnak. Chandler, Dix mellett, Chandler lép be, kipasszolja, Heilingsfeld, egy szép tripla. És így is közelebb tudott jönni a Paks. Heilingsfeld fut el, aztán megy a 2-2 Révész és Benke között. Benke ugrik ki, az csodaszép tripla. Benke most már 9 pontos, 35-32. Egy triplával egyenlíthet az atomerőmű. Egy perc van az első fél időből hátra. Hát teljes leolvadás a Falkónál, nem emlékszem utoljára. Egyenlít közben Benke egy triplával, 35-35. A második negyed érthetetlenül alakult a Falkónak. Mondom, én nem is nagyon emlékszem olyanra az elmúlt évekből, hogy lett volna olyan meccse a Falkónak, hogy egy negyedben csak 6 pontig jut. Révész teljesen üresen, Chandler pedig észrevette. Vezet a Paks. A szép belépés Heilingsfeldtől. Közben Váradi megkapta a második személyi hibáját. Chandler ezt most bedobja. Benke még. Ez most bemegy. És Benke elől van. Könnyű zsákolás. 16 pontos Benke most már. Ő a mezőny legeredményesebb játékos. Nagyon hullámzó a Paks teljesítménye, mert 16-ot dobtak az első negyedben, 19-et a másodikban, és most 10-et. Ez egy nagyon szép Heilingsfeld tripla. Az első félidőben 4 pontja volt mindössze. Itt Léknek ütöttek oda dobás közben. Halmai bátran, falttal együtt. Az igen. Meglátta a betörés lehetőségét Halmai. Most indul a figura. Ugye elváltanak mindent fönt a falkósok. Chandler. Az igen. Jó még a kosár, és ez 62-58-at jelent. 4 pontra fölzárkózik megint a Paks. 16 pontos Chandler, 18 pontos Benke, 10 pontos Heilingsfeld. 27-23, ez volt a második legjobb negyede a Falkónak, viszont ez volt a legjobb negyede az atomerőműnek, most először jutottak 20 pont fölé. Halmai. Chandler.
beleáll a triplába, és nem csak beleáll, hanem be is dobja. Ez a második bedobott három pontos a Chandlernek. Eilingsfeld, jön Chandler a másik oldalon mélységiből, és dob egy újabb hármast. Na az igen, 66-64, kettő pontra fölzárkózik az ase. Chandler lék, zsákol egy hatalmasat. Szép játék. Lék ezzel 5 pontos. Benke megpróbálták megcsapdázni. Bognár szorításában Lék fölteszi. Palmai kezében a labda. Benke végig próbálja vinni, és falttal együtt bedobja. Ez egy nagyon rossz bolt volt most a Falkónak. Benke. Eilingsfeld. Könnyű zicser. 80-75. Halmai, és ugye nem nagyon van ideje már játszadozni a Paksnak, kellenek a kosarak minél hamarabb, lehetőleg hármas. Most Lék egy kettest gyötör be valahogy. Ugye 66-64-nél indult az utolsó negyed. Chandler, itt a vége. 87-77 arányban tehát a Falkó megnyeri a rangadót, 10 ponttal hazai pályán, és ezzel megőrzi a veretlenségét, míg a Paks 4 győzelmet követően az első vereségét szenvedte el a bajnokságban, de lehet látni, ugye, hogy csak egy negyedben jutottak 20 pont fölé, míg a Falkó háromszor is bőven 20 pont fölött teljesített, úgyhogy belefért az a második negyed, amikor csak 6 pontot szereztek. Így aztán a Falkó továbbra is 100%-os, a Paks pedig elszenvedte első vereségét. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra.